Leszakadt plafon a budapesti Balcsy-Zsilinszky kórház egyik fizetős kórtermében, a fotó még januárban készült. Itt pedig rejtett kamerával jártunk néhány hete a Kútvölgyi klinikán. Az orvosok arról beszéltek, nincs klíma a több mint 30 fokos hőségben. A KSH legfrissebb adatai szerint 2017-ben esett először az egészségügyre fordított kiadás a GDP 7%-a alá. Ráadásul a 6,9%-nak is mindössze kétharmadát állja az állam, a többit a betegek fizetik saját zsebből. Mutatjuk azt is, hogy alakultak az egészségügyi kiadások a GDP-hez viszonyítva. Jól látszik, 2010 óta ez az arány folyamatosan csökkent, majd 2016-ban egy picit emelkedett, 2017-ben pedig 7% alá esett. Felújított WC egy kórházban, de nagyjából minden hiányzik belőle, ülőke nincs, nemhogy papír, szappan vagy kéztörlő. A Válasz Online szerint az adatokból az is kiderül, hogy az állam nem adott elég pénzt a kórházaknak a béremelésekre. Ezt úgy adották meg, hogy az úgynevezett dologi kiadásokra, az eszközökre, fertőtlenítőre, WC papírra szánt összeget csökkentették. A portál szerint 2012-ben 53% volt a dologi kiadások aránya, idén már kevesebb, mint 39%. A Híradónak nyilatkozó egészségügyi közgazdás szerint a kórházaknak nincs választásuk. Komoly versenyben vagyunk, hogy egy orvos meg tudjunk tartani, ne menjen el külföldre, ne a magánszektor szipkázza el a közellátásban dolgozók. És hát mivel magasabb béreket kell adni, ezért kevesebb pénz marad arra, hogy felújítsa az épületet, új műszereket vásároljon, hatékonyabban meg tudja szervezni az ellátást. A kormány szóvívő szerint viszont egyre többet fordítanak egészségügyre. 2020-as költségvetésben 184 milliárd forinttal több forrás szerepel az egészségügyre, mint a 2019-esben, tehát az idejében. Ebből is látszik, hogy mi szeretnénk az egészségügyi ágazatot fejleszteni, több forrás fog jutni az egészségügybe 2020-ban is. A Momentum úgy látja, ketté szakadt az egészségügy. Amíg a propaganda és Orbán Viktor helytartói folyamatosan a Fidesz népbarát intézkedéseiről beszélnek, addig az intézkedéseikkel valójában azt üzenik az embereknek, hogy csak akkor van esélyük korrekt egészségügyi ellátásra, hogyha fizetnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától azt közölték, a GDP arányos csökkenés oka a korábbinál nagyobb gazdasági növekedés, és hogy az egészségügyi dolgozók béremelését külön forrásból biztosítják.